Köszöntöm Önöket, az XVTV heti hírtükör című műsorát látják. Nézzük, mi történt az elmúlt héten a kerületben. Országjárása választás előtt a kerületbe látogatott Márki-Zay Péter. Technikai segítség az eredményes felderítéshez. Mobiltelefonokat adományozott az önkormányzat a rendőrségnek. Lakhatás felújításért cserébe 200-an pályáztak 11 lakásra. Országjáráson vesz részt Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje. Kampánykör útján a 15. kerületbe is ellátogatott. Ő egy héttel ezelőtt tűzte ki Áder János a 2022-es országgyűlési választás időpontját. A köztársasági elnök döntése értelmében a választók április 3-án járulhatnak az urnákhoz, és adhatják le voksukat a pártokra, valamint az egyéni képviselőjelöltekre. Áder János közleményében emlékeztet arra, hogy az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai már 9. alkalommal dönthetnek szabadon arról, kikre bízzák közös ügyeik intézését. Az április 3-ai dátum bejelentésével gyakorlatilag meg is kezdődött a kampányidőszak Magyarországon. Igaz, a hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 12-én indul csak, vagyis a felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni és kell elszámolnia a pártoknak. A saját és a közösségi forrásokból folytatott kampányok azonban már jó ideje tartanak, sőt az ellenzéki összefogás már tavaly előválasztást hirdetett és bonyolított le, melyen eldőlt, hogy a hatpárti összefogás melyik választókerületben melyik jelöltet indítja majd a választáson. Emellett miniszterelnök jelöltet is választott az ellenzék Márki-Zay Péter személyében. A jelenleg Hódmezővásárhelyen polgármesteri címet betöltő politikus a kampányát országjárással kezdte, így látogatott el a 15. kerületbe is, ahova egyébként bejelentett lakcíme is köti, így a tavalyi ellenzéki előválasztáson is a kerületben szavazott. Márki-Zayt Barkóczi Balázs, a közös ellenzéki összefogás országgyűlési képviselőjelöltje fogadta az újpalotai főtéren, de jelen volt Cserdini Németh Angéla polgármester és Hajdú László országgyűlési képviselő is. A téren nagyszámú tömeg gyűlt össze, mely helyi ellenzéki képviselőkből, a pártok aktivistáiból és szimpatizánsaiból állt. Márki-Zay Péter beszédében elmondta, bízik az összefogás erejében és a közös sikerben, azaz a kormányváltásban. Csak akkor lehet, hogyha egységesek vagyunk és hiszünk a győzelemben, hiszen többen vagyunk. Hogyha mi elmegyünk április 3-án, akkor leválthatjuk Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormányát. Hogyha a Fidesznek sikerül akár állellenzékekkel, akár kamupártokkal megtörni az egységet, megtörni a hitünket, akkor uralmon maradhatnak és tovább lophatnak. Április 3-án tehát az egyetlen igazi kérdés, Fidesz vagy nem Fidesz. Márki-Zay Péterhez hasonlóan Barkóczi Balázs is hangsúlyozta, kampányuk legerősebb elemei maguk a kormányváltást akaró választók. Mi is azt kérjük mindenkitől, hogy azt a munkát, amit elvégeznek itt nekünk a kerületben, azt menjenek és vigyék el a hírét országosan, és vegyék rá, nem kell itt nagy dolgokra gondolni, az ismerőseiket, a barátaikat, a szomszédaikat, hiszen most mindannyiunkra szükség van, kire szavazatszámlálóként, aktivistaként arra, hogy ott legyen, ott álljon a pult mögött, és elvigye a kormányváltás üzenetét az egész országban. Az idei országgyűlési választás kerületi eseményeivel az elkövetkező közel 70 napban kiemelten is foglalkozunk majd hír összefoglalóinkban, illetve online csatornáinkon, Facebook és YouTube oldalunkon is. Rendszeresen támogatja tárgyi adományokkal a kerületi rendőrkapitányság munkáját az önkormányzat. Autók és számítógépek is gazdára találtak már az elmúlt években. Ezúttal telefonok érkeztek adományként a rendfenntartókhoz. 20 darab különleges rendőrségi alkalmazással felszerelt okostelefont kapott a kerületi kapitányság az önkormányzattól. A készülékek a körzeti megbízottak munkáját segítik majd. Közbiztonság az egyik legfontosabb minden kerületben élőnek,
Ugye minden évben igyekszünk a költségvetésben forrás biztosítani arra, hogy a kerületi rendvédelmi szerveket támogatni tudjuk. Az elmúlt évben 5 millió forintot tudtunk erre biztosítani, ebből 2 millió forint támogatást tudott a kerületi rendőrkapitányság igénybe venni ebből, amiből az itt az előbb átadott mobiltelefonokat vásárolták. Bízunk benne, hogy ez a technika is segíteni fogja azt, hogy a itteni bűnüldözés vagy egy bármilyen esetek felderítése még hatékonyabban tudjon történni. Minden éven megkérdezi a önkormányzat tőlünk, hogy milyen technikai berendezésekre vagy egyéb támogatásra lenne szükségünk. Ebben az évben az okostelefonokat választottuk. Ezekkel az okostelefonokkal a körzeti megbízotti alosztály munkatársait kívánjuk felszerelni, akik így az utcai intézkedések során közvetlen hozzáféréssel fognak bírni különböző rendőrségi adatbázisokhoz, ami megkönnyíti és meggyorsítja a munkájukat. Például közvetlenül le tudja kérni a körzeti megbízott a érintett személy fényképes adatait, meg tud arról bizonyosodni, hogy valóban azzal az emberrel szemben intézkedik-e, aki esetleg az adatait bemondással adta meg. A naprakész technikai felszerelés várhatóan nem csak megkönnyíti, de eredményesebbé is teszi majd a KMB-s kollégák munkáját. Lezárult a még októberben kiírt költségelvű lakáspályázat. A felújítási kötelezettséggel járó, cserébe alacsony bérleti díjért kínált ingatlanok iránt nagy volt a kereslet. A 11 meghirdetett lakásra 200-an pályáztak. A mai ingatlan árak mellett kevesen engedhetik meg maguknak, hogy saját lakást vásároljanak, de a lakást bérlők sincsenek sokkal könnyebb helyzetben, hiszen a bérleti díjak is az egekbe szöktek. Nem csoda hát, ha az önkormányzat által felkínált bérlakás pályázat iránt kiugróan sokan érdeklődtek. A 11 lakást, amit kijelöltünk a pályázatra, az mint gazdára lelt, és szerencsére olyan gazdákra talált, ahol családosok, három gyerekesek, két gyerekesek, egy gyerekesek között oszlott meg tulajdonképpen a lakásoknak az összetétele. Ezek mindez komfortos lakások, panellakások voltak, és nagyon-nagyon bízom bennük, hogy sikeresen a felújítás után örömüket fogják lelni ezek a családok. 200 pályázat érkezett be, amiből 70 darab lett az érvényes és 130 érvénytelen. Ez mindig elszomorít bennünket, hiszen úgy érzem, hogy meg kellene tanulnunk már igazából pályázni, hiszen évek óta ez a rendszere a lakáshoz jutásnak, és ez odafigyelés, időt, energiát igényel, olyan dolgokra kell odafigyelni, amit hogyha elmulasztunk, akkor egy egyszerű feledékenység miatt gyakorlatilag érvénytelenné válik, és ez bizony azt hiszem, hogy nagyon sok pályázónak bosszúságot fog okozni utólagosan, hiszen rájön arra, hogy ha elfelejtett egy mellékletet csatolni, és ettől lett érvénytelen a pályázata, akkor megfosztotta magát ettől a lehetőségtől. A lakásokért jelentkezők kétharmada tehát elsősorban formai hibák miatt maradt le a lehetőségről, ami azért is szomorú, mert közöttük is szép számmal vannak olyanok, akiknek óriási segítséget jelentett volna egy ilyen lakhatási lehetőség. Az önkormányzat rendszeresen ír ki különféle kerületi lakhatást biztosító pályázatokat, ahogy korábban úgy ezek esetében is időben szólunk róla önöknek mi is. Február közepétől komoly változások lépnek érvénybe az oltásokkal és az igazolásokkal kapcsolatban, főleg, hogy berobbant az újabb hullám. Dr. Buzna Andrea főigazgató főorvos heti összefoglalója következik. Oltási igazolványá alakul át február 15-től a védettségi igazolvány. Már csak az fog oltottnak számítani, akit háromszor oltottak, vagy két oltást kapott, és a másodikat 6 hónapon belül vette fel. A harmadik oltás segít növelni a védettséget, és betegség után is lehet kérni. Kicsit változtak, hogy milyen oltást lehet mikor adni, de természetesen a házi orvosok és az oltóorvosok ezt pontosan tudják, de fontos, hogy mind a három oltást be kell adatni, akkor vagyunk igazán védettek.
Sokszor felmerül az a kérdés, hogy betegség után lehet-e adni, de azt tudom mondani, hogy igen, ahogy negatív a tesztje, meggyógyult valaki, abban az esetben rögtön jöhet az oltópontra, és megkaphatja a következő oltást azonnal. Az oltóponttal kapcsolatban nem történt változás a múlt héthez képest. Ugyanúgy reggel 8 és délután 2 óra között van lehetőség elmenni a Rákos út 77 per A-ba időpontfoglalással. Továbbá csütörtökön és pénteken délután 2-től este 6 óráig vehetnek részt az oltási akción, ahová előzetes regisztráció nem szükséges. Szombatonként mehet oltakozni délelőtt 10 és délután 6 óra között, aki hétköznap erre nem érne rá. Hétvégén adják be az első adagokat a negyedik oltásból. Egy másfajta papírt kell kitölteni, ami külön erre a negyedik oltásra szól. Egyeztessék házi orvosaikkal, kezelő orvosaikkal, és aki szeretne jönni, nem kell regisztrálni, mert az a regisztrációs felület, ami a negyedik oltásra vonatkozik, még nem él. Tehát akkor jöjjenek, amikor regisztráció nélkül, tehát csütörtök pénteken délután, illetve egész szombati napon lehet jönni a negyedik oltásra is. 18 év fölött bárkit várunk, sok szeretettel itt a Rákos úton. A Spirálház első emeletén továbbra is folytatódnak a koronavírus tesztelések hétköznaponként reggel 8 és délután 2 óra között. Sajnos egyre több a megbetegedés. Az elmúlt héten levett minták 60-70%-a pozitív lett. A dr. Vas László egészségügyi intézmény dolgozóit is elérte a vírus. Kérem, jöjjenek tesztelni. Ha a házi orvos úgy ítéli meg, hogy a gyors teszt nem elegendő, akkor a nagy PCR laboros tesztre lehet jönni a Zsókamár utcába, és akkor egy pontosabb, megbízhatóbb eredményt kapunk. Szerencsére a tünetek ugyan sokfélék, de nem túl súlyosan, viszonylag kevesen kerülnek kórházba, de sajnos a Rákos úti rendelőt is elérte a Covid vírus, úgyhogy a dolgozók között is nagyon-nagyon sok a beteg. Kicsit beteg, de pozitív, dolgozni nem tudnak jönni, ilyen például a sebészet. A sebészeti osztályunk ilyen tekintetben elesett, úgyhogy ezen a héten és a következő héten figyeljék a kiírást a honlapon, illetve az ajtókon, kicsit kevesebb rendelést kényszerülünk tartani. Igyekszünk minden rendelést továbbra is megtartani, ez minden attól függ, hogy a következő napokban hogyan alakulnak a pozitív eredményeink. Ha bármely az oltásokat, koronavírus teszteléseket vagy a rendeléseket érintő módosítás lép életbe, az egészségügyi intézmény honlapján és Facebook oldalunkon tájékoztatjuk Önöket. Csúcsokat dönt a fertőzöttek száma, meredeken tart felfelé az ötödik hullám. Újabb 15.957 fertőzöttet regisztráltak, ez az elmúlt heti adatokhoz képest 79%-os emelkedést jelent. Koronavírus okozta betegségben 65-en hunytak el az elmúlt 24 órában, ez viszont 8%-kal kevesebb, mint egy héttel ezelőtt. A járványügy által közölt számok szerint a lélegeztetőgépen lévők száma és a kórházi ápoltaké szerdáról csütörtökre lényegében véve változatlan. A beoltottak száma 6.329.185, közülük 6.073.498 fő már a második, 3.457.497 fő pedig már a megerősítő harmadik oltást is felvette. Jön az oltási igazolvány. A Magyar Közlöny legfrissebb számában is megjelent a rendelet, melynek értelemében február 15-től a jelenlegi védettségi igazolványok egyben oltási igazolásként is szolgálnak majd. Az új szabályok értelemében csak az oltottaknak lesz érvényes az igazolványuk, oltatlan személy a fertőzésen való átesettség esetén sem lesz jogosult oltási igazolványra, a jelenleg meglévő fertőzötten átesettségre kiadott védettségi igazolványa pedig elveszíti érvényességét. Az igazolvány a második oltást követően 6 hónapig lesz érvényes, ezután az érvényesség főszabály szerint csak a megerősítő harmadik oltás után lesz meghosszabbítva. Ha valaki 2 oltást követően lesz fertőzött, akkor a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa. Újabb 340 000 antigén gyors tesztet kapnak a házi orvosok.
Újabb 340 ezer antigén gyors tesztet biztosít a kormány a házi orvosoknak és házi gyermekorvosoknak, ezzel is segítve a járvány megfékezését. Ezen kívül ismét kapnak védőeszközöket is a házi orvosok, például sebészeti és FFP2-es maszkokat, gumikesztyűket, védőszemüvegeket, overallokat, jelent meg a koronavírus.gov.hu kormányzati oldalon szerdán. Az eszközöket a házi orvosok a kormányhivatalokon keresztül kapják meg. Megvan a 200 ezer aláírás a két népszavazási kérdéshez. Összegyűlt a szükséges 200 ezer aláírás a Fudan Egyetemhez és a 270 napos álláskeresési járadékhoz kapcsolódó népszavazási kezdeményezéshez, így a két témában még idén véleményt nyilváníthatnak a választók. A Karácsony Gergely főpolgármester által korábban beadott 5 népszavazási kezdeményezésből 2 hitelesített a Nemzeti Választási Bizottság. Ezek azok, melyekről április 3-án az országgyűlési választás napján dönthetnek a választásra jogosultak a kormány gyermekvédelmi népszavazásával egyetemben. Jönnek az időalapú jegyek. A főpolgármester kabinet főnökének csütörtöki bejelentése szerint hamarosan már időalapú jegyek is válthatók a budapesti tömegközlekedési járatokra. A fővárosi közgyűlés várhatóan jövő héten dönt az új jegyek bevezetéséről. A két új jegytípus 30, illetve 90 percen belül korlátlan átszállás biztosít, az utolsó járművön pedig időkorlát nélkül lesz igénybe vehető, akár a végállomásig is. Elhunyt az Opál utcai rendelőházi orvosa. 67 éves korában elhunyt dr. Gancer Ferenc, az Opál utcai házi orvosi rendelő orvosa. Dr. Gancer Ferenc több évtizedig látta el az Opál utcai házi orvosi rendelő körzetébe tartozó lakosságot. Felelősségteljes munkáját mindig nagy szakértelemmel, empátiával, türelemmel végezte a betegek megelégedésére. Halálával a 15. kerület, az önkormányzat, a szakma egy kiváló orvosát veszítette el, fogalmaz közleményében az önkormányzat. Megszűnik a 224-es busz, más járatokkal pótol a BKK. Karnyújtásnyira a leginkább várt felújítás. Tavasszal kezdődhetnek a munkálatok az erdőkerülő úton. Kóborkutya, gazdátlan macska. Kinek kell bejelenteni, ha kóborállatot látunk? Szombattól ugyan megszűnik a 224-es buszjárat, de a BKK továbbra is biztosítja számos áruház, szociális intézmény, valamint lakóterület gyors és kényelmes megközelíthetőségét Újpalotán és Rákospalotán. A korábban Palota busz néven ismert 15. kerületi körjárat ezennel véglegesen is megszűnik. A 224-es busz pénteken este Újpalotáról 22 óra 20 perckor indul el utolsó körútjára, érintve többek között az Ázsia Centert, a Pólus Centert, a Fóti Orsan Áruházat, a Hubai Jenő teret és az Észak-Pesti Kórházat is, hogy egy közel egy órás út végén érkezzen vissza az újpalotai végállomásra. A Fóti Ocean áruház elérését a Bosnyák tértől a hulladékhasznosító mű megállóhelyig a 125-ös buszjárat vonalán, majd a Felsőkert utcán keresztül közlekedő 125B járat biztosítja, minden nap 10 és 15 óra között 60 percenként, ezen kívül kora reggel és késő este további néhány indulással. Az Észak-Pesti Kórház megállót a szakrendelő nyitvatartásához igazoló üzemidőben közlekedő 231B autóbusz szolgálja ki. Az új járat az Őrsvezértere felé a Bánkút utcától a Vasutas Telep utca, Széchenyi út, Őrjárat utca útvonalon éri el a Szent Korona útját, ezért nem érinti a Kolozsvár utca megállót. A 231B járat hétköznapokon körülbelül 8:30 és 19 óra között közlekedik a 231-es járattal megegyező követési idővel. Fontos kiemelni, hogy a változást a társadalmi egyeztetés is megelőzte. Ezt a BKK tavaly novemberben kezdeményezte, melyre összesen 276 reakció érkezett. Az átalakításról szóló végleges döntést végül ezek figyelembevételével hozta meg a Budapesti Közlekedési Központ. Idén tavasszal megújul az erdőkerülő és a Zsukavár utca. A BKK beruházásában kicserélik az útpálya burkolatát, új gyalogátkelőhelyeket létesítenek és akadálymentesítik a főtéri villamos megállót is.
Régóta várt útfelújítási munkálatok kezdődhetnek idén tavasszal a 15. kerületben. Az újpalotai projekt során jelentős változások történnek az Erdőkerülő utcában és a Zsókavár utcában. Ezzel egy időben korszerűsítik a Szent Mihály út egy részét is, ezért a felújításra váró útszakaszok együttes hossza 1355 méter. Borsi Dávidot, a BKK kommunikációs vezetőjét kérdeztük a részletekről. Az érintett útszakaszokon három új gyalogátkelő helyet alakítanak ki, így a lakók és a környéken közlekedők számára is biztonságosabbá válik az útszakasz, és könnyebben lehet majd átkelni az utakon. Korszerűsítik a közvilágítást, több helyen felújítják a járdákat, illetve taktilis figyelmeztető és tájékoztató burkolattal biztosítják az akadálymentes és biztonságos közlekedést. Nagyon fontos az is, hogy a projekt részeként akadálymentesül a főtéri villamos megálló. Ennek köszönhetően a járat utasai könnyebben le is felszállni a járművekről, a hétvégente közlekedő alacsonypadlós villamosokról pedig a kerekesszékkel és a babakocsival közlekedők akadálymentesen fel is leszállhatnak a peronoknál. A beruházás további célja, hogy maga a környezet is megszépüljön. Ami még szintén fontos, hogy zöldebb is lesz a környezet, méghozzá annak köszönhetően, hogy új fákat, valamint csaknem 6500 cserjét ültetnek a projekt keretében. A munkálatok 2022 tavaszán indulhatnak el, hogyha eredményesen zárul a közbeszerzési eljárás. Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a becsült költség alapján rendelkezésre álló forrásnak megfelelő nyertes árajánlat esetén idén év elején írhatják alá a vállalkozói szerződést, a kivitelezés pedig tavasszal kezdődhet. A BKK és a Fővárosi Önkormányzat a közterületfejlesztések és felújítások során elkötelezett az élhető város megvalósítása mellett, ezért a használhatóságra, a kényelemre, illetve a biztonságra is hangsúlyt fektetnek. Sok tekintetben újat hozott, vagy szigorította már érvényben lévő szabályokon a január 1-ével életbe lépett kóborállatrendelet. A rendelet szabályozási köre kiterjed a telepek létesítésétől egészen a tartással kapcsolatos napi szintű feladatok meghatározásáig. Jelentős előrelépést hozott az állatvédelem terén a január 1-ével érvénybe lépett az állatok védelméről és kíméletéről szóló köznapi nevén állatvédelmi törvény. 2022. január 1-től szigorúban büntethető az állat kínzás minősített esete. Az állatviadalokat szervezők mellett az állatviadalt nézők, tehát a közönség tagjai is büntethetők. Hozzáteszem, hogy ez az egyik legaljasabb állatkínzási mód, én azt gondolom, amikor abból csinálnak valakik pénzt, vagy akarnak pénzt csinálni, hogy látják azt, hogy oltják ki egymás életét az állatok. Továbbá ugye az állatelhagyás az eddig is büntethető volt, és a 3 évről 5 évre emelkedett a büntethetőségi tétel. Természetesen csak a büntetési tétel növelésével én azt gondolom, hogy nem oldható meg, vagy nem előzhető meg az állatkínzás, de a nagyobb visszatartó erő reméljük, hogy jobban el fogja gondolkodtatni azokat az elvetemült embereket, akik ilyenre adják a fejüket. A megújult törvény értelmében a menhelyekre került állatok az eddigi 14 helyet 45 nap haladékot kapnak az életre, bár tegyük hozzá, a legtöbb helyen eddig sem éltek a végleges elaltatás lehetőségével. Fontosnak tartom leszögezni, hogy az állatvédő szervezetekhez, állatmenhelyekre bekerült kóborállatok élete sem lett eddig sem kioltva 14 nap után, de még 45 nap után sem, hiszen a cél az, hogy az ide bekerülő állatokat rehabilitáljuk, hogyha arra szükség van, és gazdához juttassuk. A büntetési tételek emelkedése, a szigorúbb hatósági fellépés és a komolyabb következmények ugyan üdvözlendők, ám önmagukban sajnos nem elegendők. A legfontosabb változást az emberi hozzáállás és szemléletmód változás hozná el ezen a területen is. Ha kóborkutyát vagy macskát lát az ember, felmerül a kérdés, kit értesítse róla. A kóborállatokról a hatóságoknak is tudniuk kell, ugyanakkor befogásuk és ellátásuk szakértelmet igényel. A polgármesteri hivatal éppen ezért alakított ki együttműködést egy kerületi állatvédő egyesülettel.
Bár manapság sokkal ritkábban találkozni kóborállattal, mint 2-3 évtizeddel ezelőtt, azért még most is akadnak kutyák és macskák, amik láthatóan az utcán élnek. A január 1-ével életbe lépett állatvédelmi törvény többek között azt is szabályozza, kinek a dolga ezek befogása és ellátása. A főváros területén nem a kerületi önkormányzatok, hanem a fővárosi önkormányzatnak a feladata jogszabály alapján a kóborló állatoknak a befogásáról gondoskodni. Ettől függetlenül rendelkezünk együttműködési megállapodással egy állatvédő szervezettel, ez a Kutyások a 15. kerületért állatvédő egyesület a kerületben, tehát hogyha a kerületben kóborló állatot tapasztal bárki, akkor őket is lehet hívni, és ha ők maguk nem tudnak az ebről gondoskodni, tehát nem tudják ideiglenes befogadó gazdához eljuttatni, vagy más menhelyhez továbbítani, akkor pedig a fővárosi rendészeti igazgatósághoz fordulnak, hiszen, mint mondtam, a fővárosi önkormányzat nevében ők látják el ezt a feladatot. Az a tapasztalat, hogy mióta ezzel az egyesülettel kapcsolatban állunk, és ez a lakosság előtt is ismert, úgy látszik, többnyire hozzájuk futnak be az ezzel kapcsolatos bejelentések, és mi már tőlük vagy általuk értesülünk. Egy-két esetben, tehát azt mondom, hogy ritkán jut el közvetlenül hozzánk ezzel kapcsolatos információ. Ha kóborállatot látnak, jobb, ha szakemberekre bízzák a befogást, értesíthetik a polgármesteri hivatal hatósági főosztályát, a Kutyások a 15. kerületért állatvédő egyesületet, illetve a fővárosi rendészeti főigazgatóságot is, ha pedig az állat láthatóan orvosi ellátásra szorul, állatorvost is hívhatnak. Szinte még csak a helye van meg a Rex Kutya Otthon leendő új épületének, a munkálatok még alig-alig kezdődtek el, ősszel azonban a remények szerint már egymásnak adják a kilincset a gyerekcsoportok a felelős állattartás házában. Nem akármilyen élményközponttal gazdagodik hamarosan a Rex Kutya Otthon Óceánárok úti telephelye. A felelős állattartás háza különleges programokkal, interaktív kiállításokkal és nem utolsó sorban oktatással várja majd az érdeklődőket. Itt egy komplex országos, sőt mondhatnám nemzetközi oktatóközpont és egy élményközpont épül, ahol a gyerekeket és minden generációt a felelős állattartásra szeretnénk majd nevelni, és egyúttal ezt egy játékos formában, egy izgalmas, interaktív módon szeretnénk ezt a tudást átadni. Úgyhogy ehhez az oktatóközponthoz, ahol egy rendszeres, folyamatos, minden korosztálynak külön tematika alapján szóló oktatóprogramot szeretnénk lebonyolítani, emellett egy úgynevezett kutyakiállítás is megtalálható lesz. Ez a kutyakiállítás mindent be fog mutatni a kutyáról, a származását, az élettanát, az anatómiáját, a kutyakiképzésnek a módjait, a lélektanát az ennek a fajnak, a kutyának az összes tulajdonságát, az emberrel való kapcsolatának a történetét is beszeretnénk mutatni. Nagyon remélem, hogy ez sokakat fog vonzani, de miután ez egy digitális kiállítás lesz, tehát bár lesznek majd olyan tárlók, amikben mondjuk csontvázak és egyéb régi nyakörvek meg biléták szerepelnek, emellett természetesen egy csomó digitális eszköz lesz a 21. század igényeihez igazodva. Ezeket a digitális eszközöket pillanatok alatt át lehet alakítani egy másfajra. Tehát mondjuk ez a kutyakiállítás egy másnapon macskakiállításként, vagy éppen lókiállításként fog szerepelni. Most éppen egyébként ebben a teremben vagyunk, ebben a nagy teremben, amelyik hát közel 120-130 négyzetméteres lesz. Itt mögöttem van egy hely, ami a belépő, az előszoba lesz, ott is lesznek már kiállítások, és ott balra a hátsó sarokban pedig egy kifejezetten a fiatal korosztálynak, óvodásoknak, bölcsödéseknek szánt felfedező szoba lesz, ahol csontokból akár egy kutyát is össze tudnak rakni. A Rex Kutya Otthon új oktató és élményközpontja, a Felelős Állattartás Háza az alapítvány 30. születésnapjára készülhet el, melyet október 4-én az Állatok Világnapján ünnepelnek majd. Ez lesz tehát egyben az a nap is, amikor az első vendégek előtt megnyílnak a Felelős Állattartás Házának kapui. Sorra újulnak meg a kerületi televízió műsorai, mind arculatukat, mind tartalmukat illetően. A kifejezetten az idősebb korosztálynak és korosztályról szóló 60+ című magazin is sok tekintetben új irányt vesz.
Sokat változik az ember, ahogy idősödik, mind testben, mind lélekben. Más érdekli, és máshol van a hangsúly, mint mondjuk a 20-as vagy a 30-as éveiben volt, és így van ez a vízválasztónak is tartott 60 felett is. Ehhez igazodik a most megújuló 60 plusz című magazin műsorunk. Nekem az a célom, hogy ez a magazin, ez ne csak nyugdíjasoknak és ne csak kerületieknek szóljon, egy tematikus műsorrá változik, közéleti, kulturális és ismeretterjesztő céllal fog ez mostantól működni. Nem csak arról fog szólni, hogy beszámolunk a kerületi eseményekről, hanem például foglalkozunk az egészségmegőrzéssel, foglalkozunk az idősebb emberek informatikai tudásának növelésével, okostelefonos applikációk, számítógépes programok, amelyek az idősebb emberek életét is jobbá tehetik. Szeretnénk foglalkozni például a főzéssel is, ami nagyon fontos az életükbe, és természetesen ott szeretnénk lenni a kerületi és esetleg fővárosi programokon, és ezekről is be szeretnénk számolni. Bár a 60 plusz című magazinunknak elsősorban az idősebb korosztály a célcsoportja, egyes témák legalább annyira szólnak majd a fiatalabbaknak, különösen azoknak, akik szoros kapcsolatot ápolnak az idősebb generációval, és azoknak is, akik bár életkoruk okán nem érzik megszólítva magukat, de a műsorban feldolgozott témák iránt épp úgy érdeklődnek. Például egy egészségmegőrző blokk, amiben orvosokat, dietetikusokat, szakértőket szólaltatunk meg, azok nyilvánvalóan nem csak a 60 pluszos korosztálynak szól, az bárkinek szólhat, aki érdeklődik ez iránt, és az egészséges életmód pedig fontos, nem csak a 60 fölött. Hogy a megújuló magazin adásaiban milyen témákkal foglalkozzunk, azzal kapcsolatban az önök ötleteire is számítunk. Szívesen várjuk majd az ötleteket a kerületiektől és a nézőktől, hogy mik azok a témák, amiket feldolgozzunk, mi az, ami érdekli őket, mi az, amiről többet szeretnének megtudni, mi az, amivel találkoztak, de esetleg nem tudják, hogy az miről szól. Úgyhogy szívesen várjuk a nézőknek a e-mailjeit, leveleit, hogy kifejtsék, elmondják, megkeressenek minket, hogy mivel foglalkozunk, mi az, ami őket a legjobban érint, és mi az, amiben mi tudunk nekik segítséget nyújtani. Hamarosan tehát elstartol a megújuló külsővel és tartalommal újjászülető 60 plusz című magazinunk. Hétfőn 19 órakor már várjuk is Önöket. Nem szemét, hanem lehetőség. Így működik az újrahasználati központ. Ösztöndíjjal a Harvardra. Itthonról is elérhetők az elit egyetemek. Bajnoki évkezdés. A Haladással játszottak a Reac sportiskola futszálosai. Budapesten két szemléletformáló és újrahasználati központot működtet az FKF ZRT, ebből egyiket a 15. kerületben, a Károly Sándor utcában. Utána jártunk, hogy mire való egy ilyen központ, és hogy miként szolgálja a környezetvédelmet. Észre sem vesszük, de hétköznapi tevékenységeink során számtalanszor esünk abba a hibába, hogy egy-egy tárgyat, már feleslegesé váló használati eszközt egyszerűen kidobunk, anélkül, hogy arra gondolnánk, hogy az másoknak még jól jöhetett volna, vagy hogy akár mi magunk is új funkciót adhatnánk azoknak némi idő és energia ráfordítással. A feleslegesnek ítélt számunkra már értéktelen, de más számára még hasznos holmik, újra felhasználva, tehát nem csak a környezettudatossághoz járulnak hozzá, de tovább szolgálhatnak valaki másnál, hívja fel a lakosság figyelmét az FKF. Ezért is hozták létre a szemléletformáló és újrahasználati központokat, melyek célja, hogy megismertessék a lakossággal a már használt, de újrahasználható termékek értékét. Ezek az újrahasználati központjaink, ebből is kettő darab van, ennek a nyitvatartási idejéről szintén a honlapunkon, illetve az elérhetőségről lehet tájékozódni. Ez annyiban különbözik a hulladékudvaroktól, hogy itt a már felesleges, de még hulladékká nem vált különböző bútorokat, használati tárgyakat, stb. Stb.
lehet leadni, és akkor tulajdonképpen ennek majd lehet egy újabb gazdája, akinek ez még teljesen megfelelő, és tudja az életét folytatni ez a használati tárgy, és nem kerül hulladék státuszba tulajdonképpen. Az újrahasználati központokban működő raktározási rendszernek köszönhetően a fővárosi lakosok regisztrációt követően díjmentesen leadhatják feleslegessé vált tárgyaikat. A tárgyak elvitelére szintén csak regisztrációval és a minimális raktározási díj készpénzben történő megfizetése után van lehetőség. Az átvételre szánt termékek esetében fontos, hogy azok jó állapotúak, megfelelő minőségűek legyenek, és eredeti rendeltetésük szerint mások számára még használhatóak legyenek. A szemléletformáló és újrahasználati központok legfőbb előnyei tehát, hogy csökken a lerakásra kerülő hulladék mennyisége, és növekszik az újrahasznosított hulladékok aránya. Újévi fogadalmak helyett smart célkitűzések segíthetnek elérni céljainkat. Mit jelent, hogy smart célkitűzés, és miben jobb, mint a sima fogadalom? Már is megtudhatják. Szilveszterkor sokunkat elkap a hév, és egymás után tesszük a fogadalmakat. Sokszor nem is reális célokat tűzünk ki magunknak, de ezt akkor nem gondoljuk végig. A smart célkitűzések ebben segítenek kritériumrendszerükkel, hogy a célunk reális és elérhető legyen. Igazándiból ez egy betűszó, ami több komponenset tartalmaz, és így a komponensek segítenek a céljaink megfogalmazásában. Az első betű, az S, ugye a specifikusságot jelenti, tehát hogy minél pontosabban körülírjuk és megfogalmazhassuk a számunkra fontos célokat. Az M betű igazándiból a mérhetőséget jelenti, azaz, hogy valamilyen mérhető formát fogalmazzunk meg a célkitűzésünkben. Ez jelentheti például azt is, hogy a nyelvvizsgára való felkészülésben ugye nyomon tudjuk követni, hogy hogyan haladunk az adott nyelvnek a tanulásában. Az A betű az az elérhetőséget jelenti, hogy mennyire valós az a cél, mennyire elérhető a számunkra. Az R betű igazándiból a relevánsságát jelenti a céljainknak, azaz ismételten, hogy az nekünk szükséges-e, megfelelő-e a számunkra, illetve a T betű jelenti az idői megfogalmazást, hogy mindenféleképpen jó, hogyha meghatározunk egy-egy adott időpontot. Az időintervallum meghatározása az egyik legfontosabb tényező, hiszen sokszor ezen múlik a motiváció megtartása vagy elvesztése. Ha túlságosan tág időintervallumot tűzünk ki, akkor halogatásba torkolhat a megvalósítás, ha viszont túl korai időpontot választunk a cél teljesítésére, akkor pedig nem biztos, hogy sikerül végrehajtanunk azt a kitűzött időn belül. Mindenféleképpen a legjobb példa szerintem az életmódváltáshoz és a mozgáshoz köthető. Szóval a megfogalmazáson rengeteg minden múlik ezen a területen, ugyanis nem mindegy, hogy mondjuk azt fogalmazzuk meg, hogy 2 hónapon belül 5 kg-ot fogyok, vagy pedig életmódváltással csökkentem a súlyomat, és mondjuk meghatározok egy fél éven belüli változást. Ugye itt sok minden múlik az ember kompetenciáján, és hogy mennyire érti az adott témát, ugyanis aki egy kicsit belássa magát az életmódváltásba, 2 hónap alatt nem egészséges 5 kilót lefogyni, és itt is látszik az idői különbség, hogy mennyire befolyásolhatja a céljaink elérhetőségét és elérését. Céljaink eléréséért nem szükséges egyedül küzdenünk, bátran kérjünk segítséget barátainktól vagy akár szakemberektől. Emellett hasznos naptármódszert alkalmazni, hogy tudjuk követni a célkitűzéseket és személyiségünk fejlődését is. Ösztöndíjpályázatot hirdetett a Nemzeti Tehetségprogram kiemelkedő tehetségű fiatalok külföldön történő tanulmányainak anyagi és szakmai támogatására. A pályázatra 17 és 24 év közötti fiatalok jelentkezését várják. A Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram célja azon kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak. A pályázatra olyan 17 és 24 év közötti kiemelkedően tehetséges fiatalok jelentkezését várják, akik államilag elismert felsőoktatási intézményben tanulnak, külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán vesznek részt, tanulmányi eredményeik miatt
példaképként szolgálhatnak, és vállalják, hogy részt vesznek az ösztöndíj kommunikációjával kapcsolatos tevékenységben, valamint az ösztöndíj rendezvényein. A pályázat mindezeken túl számos feltételt támaszt a leendő ösztöndíjasokkal szemben, ezek a pályázat kiírójának honlapján részletesen is megtalálhatók. A pályázatokat elektronikus úton várják, a beküldési határidő április 15-e. Rajzpályázatot hirdetett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a 2022. év madarával a zöld küllővel kapcsolatos alkotások készítésére. A rajzpályázatra nem csupán gyerekek, de felnőttek alkotásait is várják. A pályaművek készülhetnek grafitceruzával, színes ceruzával, filctollal, zsírkrétával, tussal, temperával, vízfestékkel vagy akár ezek együttesével is. Pályázni csak egyénileg lehet, és egy pályázó legfeljebb három alkotással nevezhet. A rajzok maximum A4-es méretűek lehetnek, és nem digitalizálva, hanem postán kérik azokat beküldeni, legkésőbb március 14-éig. A pályázat részletei és a pályázati feltételek a Magyar Madártani Egyesület honlapján érhetők el. Alkonyattól Pirkadatig címmel írt ki fotópályázatot a Prizmakör. A feladat alkonyatkor, éjszaka, illetve Pirkadatkor készült alkotások beküldése. A pályázaton Magyarország és a környező országok alkotói életkortól és foglalkozástól függetlenül vehetnek részt és küldhetnek be színes, illetve fekete-fehér képeket egyaránt. A pályázatra három kategóriában összesen 12 darab, kategóriánként 4-4 felvételt lehet beküldeni. A pályázatra olyan képeket várnak, amelyek korábbi Prizmakörös pályázaton még nem szerepeltek. A pályázatra érkezett képeket fotósokból álló zsűri értékeli. A képeket elektronikus úton vagy digitális adathordozón postai úton küldhetik be legkésőbb március 20-áig. A pályázat pontos részletei a prizmakarika.hu oldalon olvashatók. Megkezdte 2022-es bajnoki mérkőzéseinek sorát a Reac Sportiskola felnőtt futsal csapata. Az első ellenfél a Haladás volt. Első 2022-es bajnoki mérkőzését játszotta a Reac Sportiskola felnőtt futsal csapata az MB2-ben. A rákospalotaiak a Nagykanizsa elleni vereséggel zárták 2021-et, és a tabella 5. nem mellesleg felsőházi rájátszást érő helyen léptek át az új évbe. Noha mögöttük levő Sárvár és az előttük álló Magyar Futszál Akadémia is egyel kevesebb találkozót játszott náluk. Első idei ellenfelük a Haladás második számú együttese volt, amely még a szokottnál is fiatalabb kerettel állt ki, lévén a szombathelyeket több koronavírusos megbetegedés is hátráltatja. Ezzel együtt nem ígérkezett könnyű meccsnek a 15. fordulóban lejátszott találkozó a Reacnak. Ezt az első játékrész aztán be is bizonyította. Hiába támadtak többet a hazaiak, és vetették be még a létszámfülényes játékukat is azzal, hogy lehozták a kapusukat. Gólt nem tudtak lőni. A második 20 percben azonban már jöttek a találatok. A sort a 23. percben Kis Tamás nyitotta, miután Tusor Dominik kidobását vette le, majd lőtt fordulatból a kapuba. Ezután a Haladás igyekezett fokozni a nyomást, de ennek csak az lett az eredménye, hogy a 28. percben ismét gólt kaptak. Megint Kis volt eredményes egy jókora kapus hibát követően. A szombathelyiek két gólos hátrányban már jobbnak látták, ha ők is megpróbálkoznak az 5-4-ezéssel. De alig, hogy levitték a kapusukat, már jött is a harmadik gól. Ismét Kis szerezte, aki ezzel mesterhármast ért el. Itt azonban nem volt megállás, sőt, a Reac ekkor indult be igazán. A 33. percben Szántovszki Soma is lőtt egyet. Majd jött Kaszala Patrik kapufája. A 37. percben pedig egy újabb Kis gól. Ezzel már 5-0 állt az eredményjelzőn. Ez viszont még mindig nem a végeredmény volt. Azt az utolsó percben állította be Stojanovic Zoltán. 6-0-ás kiütéssel kezdte tehát az idei bajnoki menetelését a Reac. Első mérkőzésünk volt ugye a pihenő után, vagyis hát Kőszegen voltunk már egy Magyar Kupán 7-én. Ott hála Istennek sikeresen nem tovább jutottunk, úgyhogy, de viszont a bajnoki mérkőzésünk az most ugye ez az első meccs Haladással.
Én azt gondolom, hogy jól játszottunk az első fél időben, egy kicsit tompábbak voltunk, ugye elkezdődött mindenkinek már a felkészülés, tehát valaki még ma is edzett, úgyhogy úgy jött ide mérkőzésre, de maximálisan elégedett vagyok a győzelemmel, a második fél időben egyértelműen kijött a rutin. És ha már rutin, nem mehetünk el szó nélkül az ezen a mérkőzésen 4 gólt szerző Kis Tamás teljesítménye mellett. Fiatalok vagyunk, de kell a rutin. Itt jön ugye a dugó szerepe, Kis Tomi szerepe. Ugye most én nem léptem pályára, de nem is erről szól már. De nagyon fontos, pont az ő szerepük az idősebb játékosoknak, hogy hozzá tudnak rakni pluszokat, el tudják indítani a csapatot, és utána fiatalok is szépen beálltak a sorba, tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó össze van vegyítve ez a két korosztályba, fiatalok, kicsit a rutinosabb játékosok, és ezt egész jól használjuk mérkőzéseken belül. Hogy a folytatásban is jól fogják-e, az majd kiderül. A cél minden esetre változatlan, a legjobb 6-ban zárni az alapszakaszt a felsőházi rájátszásban való folytatáshoz. Kudarccal ért véget az EB a férfi kézi válogatottnak. Minden idők legrosszabb magyar Európa-bajnoki szereplésével a 15. helyen végzett a magyar férfi kézilabda válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A Gulyás István vezette együttes Hollandiától óriási meglepetésre kikapott, Portugáliát az utolsó pillanatban legyőzte, majd utolsó csoportmeccsén Izlandtól is vereséget szenvedett, így nem jutott tovább. Vereséggel debütált a Fradi új edzője. Csapata 2-0-ra kikapott a Dactól Dunaszerdahelyen, így vereséggel mutatkozott be a Ferencváros labdarúgó csapatának kispadján Stanislav Csercseszov vezetőedző. A Dacs már a 28. percben beállította a végeredményt, a zöld-fehéreknél pedig később bemutatkozott a télen szerződtetett nigériai csatár Fortune Bassi. Hamar elfogytak a magyarok az Australian Openről. Bondár Anna a párosok küzdelmében történt elsőkörös búcsújával az utolsó felnőtt magyar játékosnak is korán véget ért az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság, miután Bondár egyesben egy nappal korábban kiesett. Hasonlóan ért véget a torna Fucsovics Mártonnak is, aki egyesben az első körben Dusan Lajovicsal szemben maradt alul 5 szetben, a párosok versenyétől ezután pedig visszalépett. Először lesz magyar hódeszkás a téli olimpián. Kozubak Kamilla révén a téli olimpiák történetében először indulhat magyar versenyző hódeszkában. A 2004-ben Calgaryban született sportoló a világkupa sorozat svájci állomásán Lagsban elért pontokkal félcsőben jutott ki a február 4-én kezdődő pekingi 5-karikás játékokra. Robert Lewandowski lett az év férfi labdarúgója. Robert Lewandowskit, a Bayern München csatárát választották meg az év legjobb férfi labdarúgójának 2021-ben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség éves díjkiosztóján, amelyen Thomas Tuchel, a Chelsea trénere vehette át az év edzőjének járó elismerést. A 2021-es év legszebb góljáért Elik Lamellát díjazták a március 14-én a Premier League-ben az Arsenalnak Rabona mozdulattal lőtt góljáért. Djokovic a Roland Garroson sem indulhat. Miután a Novák Djokovicot hosszas húzavona után kiutasították Ausztráliából, és így nem vehetett részt a jelenleg is zajló ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon, a francia sportminiszter bejelentette, hogy náluk sincs kivételezés, és csak oltott sportolókat nevezhetnek az idei Roland Garrosra. Így, ha a szerb világ első nem oltatja be magát, az év második, május végén kezdődő Grand Slam tornájáról is lemarad.
Hideg napok jönnek, különösen az éjszakák így érkeznek fagyosnak. Szombat reggel kisebb havazásra, hózáporra van kilátás, de délután már túlnyomóan napos időre készülhetünk. Élénk, erős, helyenként akár viharos is lehet a szél. Reggel akár mínusz 10 fok alatti értékeket is mérhetünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet is csupán 0 és plusz 7 fok között alakul. Vasárnap inkább csak nyugaton, délnyugaton fordulhat elő havazás, északkeleten pedig egy-egy hózápor, a középső tájakon viszont sokat süthet a nap. A szombatihoz hasonlóan szeles időnk lesz, kora délután mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékekre van kilátás. Hétfőn a Nyugat-Dunántúlon havazhat ismét, máshol viszont napos, száraz idő várható. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakulhat. Kedden többfelé újból feltámadhat az északnyugati szél, ezeken a tájakon pár fokkal enyhébb lehet az idő a hétfőihez képest. Heti Hírtükör című műsorunk ismétlését siketek és nagyothallók számára kedden feliratozva sugározzuk, ezt követően weboldalunkra is felirattal ellátva kerül fel. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Közszolgálati magazin műsorunk jövő héten a megszokott időben ismét várja Önöket. Viszontlátásra!